Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Prőle Gergely, az evangélikus egyház világi vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ünnepek vannak. Ünnepek jönnek, mennek, és mi a gyarlók itt maradunk. Van, amikor nagyon jól érezzük magunkat, és van, amikor még az áhítat és az ünnep sem segít rajtunk. Mi történik napjainkban velünk? Én nem lennék ennyire pessimista. Ugye a más ünnepet élünk zsidók, keresztények. A keresztény hitvilágban ugye az az apró kicsin csecsemő, aki a betlehemi istálóba megszületik, az ő születése pont arról szól, hogy ezt a fajta reménytelenséget, ezt tegyük félre. A megváltás jön el vele, a bűneinktől való megszabadítás, a reménység, és ahogy abban a kis betlehemi istálóban, a nagyon is földközeli istálószagú valóság, ne felejtsük el, istálószagú valóság, közel kerül a mindenséghez, azt gondolom, hogy ilyen módon kell magunkban is élezgetni folyamatosan azt a reményt, hogy bizony karácsonykor különösen, de azon kívül is nincs okunk erre a hervasztó pessimizmusra, mindig meg kell találni azt a lehetőséget, azt a tevékenységi kört, azt az irányt, ami kihúz minket ebből. Igen, a minap beszélgettem barátaimmal, és mondták, hogy ők karácsony, igen, vagy nem is mondtam, de gyerekek, a világ leghíresebb zsidó gyermeke születik meg ebben az istálóban. Mondták, hogy ja, igazad van. De akkor is most járvány van, és ez a karácsony nem lesz olyan, mint más karácsony. A templomokba, akik elmennek, azok csak úgy egy sor kihagyásával, a gyerekek nem tudnak hazamenni a családokhoz, töredék családok nem tudnak találkozni. Az optimizmus az nagyon fontos, meg ez talán egy isteni parancsolat is ezen az ünnepen, de mégis. A közösségi élmény hiánya az valóban fájó, vagy nehézségeket okoz, és nagyon kreatívnak kell lenni, hogy ezt valamilyen módon ellensúlyozni tudjuk, vagy avval, hogy megpróbáljuk annak a szépségét felismerni, hogy szűkebb körben vagyunk együtt, családban megpróbálni valahogy mindenféle furmányos teszteléssel azért mégis megoldani, hogy az öregek is legalább velünk együtt lehessenek az ünnep legszentebb pillanataiban. De azért, hogy egy másik nagyon jelentős zsidó embert, Pál apostolt említsek nála. Ő is a listámon van. Igen, és ugye aki Szaulusból lett Paulus azon a bizonyos úton. Tehát neki van egy nagyon szép igehelye az egyik levelében, amiben azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk a Jóisten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát a józanság lelkét. Én azt hiszem, hogy ezekben a percekben, ezekben a napokban, a hónapokban ezt a józanságot talán a legnehezebb megőrizni, de így ez a hármas, az erő, a szeretet és a józanság, ez egy nagyon, hogy mondjam, jó irányba állító megállapítás. Akkor mégiscsak jól választottam, hogy önt hívtam így 24-én délelőtre, akkor most a világi vezetőből legyen kicsit kevésbé világi, habár értem én, hogy a világi vezetés is az igét hirdeti részben. Mit tegyen ilyenkor egy evangélikus, hála Istennek élő házaspár, még aki most maximum zoomolni tud a külföldön lévő unokával, vagy telefonálni a gyermekeivel? Hogy ünnepeljék ezt a karácsonyt? Meg egyáltalán mit jelent a karácsony egy hithű evangélikusnak? Én ugye távol vagyok attól, hogy akár evangélikus világi vezetői minőségemben, akár más szempontból életvezetési tanácsokat adjak bárkinek, de hát mi más mondhatnék. Tehát azért a
a világot mi evangélikusként is csak úgy látjuk, ahogy a legtöbb ember, ebből a szempontból legalábbis mindenképp. Tehát azt tudom mondani, hogy élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Zoomolni kell, telefonálni kell, tartani kell egymásban a lelket, meg kell próbálni mégis a személyes találkozásokat, ahol lehet megvalósítani. Nekünk evangélikusoknak a karácsony azért is egy nagyon fontos ünnep, de hát azért ez a keresztény hitvilágban általában így van, mert ugye Luther Márton volt az, aki a Krisztusra mutatott. Tehát aki azt mondta, hogy a Krisztus által jutunk, hitáltal jutunk üdvösségre, a hitet Jóistentől kapjuk, a kegyelem az az, ami megváltásunk útjához vezet. Tehát az ige hirdetésekben, hitünkben, egyház szemléletünkben Krisztus van a középpontban. Azt hiszem, hogy ezzel az üzenettel, és itt visszatérek arra, amit a beszélgetés legelején mondtam, tehát hogy abban a kicsiny betlehemi jászolban, egyébként egy népszámlálás kapcsán, ezt se felejtsük el, hiszen jövőre népszámlálás lesz Magyarországon is, azt gondolom, hogy ez minden vallásnak és felekezetnek egy fontos alkalom lesz. Tehát amikor a népszámlálás alkalmából véletlenszerű helyen egy istállóban megszületik az a gyermek, ez tényleg minden nehézséget relativizál, azokat is, amelyek között mi most élünk. A jászolba való születés útközve a népszámlálás, a menet, megszületett gyermek, hogy hozza magával ezt a fogyasztói társadalmat, ami ugyan most lelassult formában van a járvány ideje alatt, hogy pattognak a plastikkártyák, eladósodunk, és halomra vesszük a részben fölösleges ajándékokat, ahelyett, hogy rajzolnánk, vagy építenénk valamit, vagy inkább a szeretetre összpontosítanánk. Nem bádolok ezzel senkit, csak a külső szemlélő ezt látja. A külső szemlélő ezt látja, és ne gondoljuk azt, hogy a Szentírás születésének időpontjában beszéljünk akár az Új Szövetségről, vagy akár az Ószövetségről, ne lettek volna hasonló nagyságrendű problémák. Hát az Ószövetség tele van zűrzavarral, az ember szinte kapkodja ezért a fejét. Ezért a kedvenc olvasmány. Nehezen tudja követni. No, de hát az Új Szövetségben is, hát Pál levelei milyen zűrzavaros gyülekezetekhez szólnak. Ott milyen emberi konfliktusok, milyen emberi drámák, milyen szervezeti... Ez is bizonyíték, hogy emberekről van szervezeti szó. Problémákról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez most, amiről szerkesztő úr is beszélt, ez sok szempontból egy rendkívüli helyzet, és biztos, hogy a modern kor számos olyan kihívással állít szembe minket, amik rendkívülinek tűnnek, de azért ilyenkor javaslom akár csak felütni az efezusi gyülekezethez írott Páli leveleket, megnézni, hogy akkor ott milyen zűrzavar volt, vagy akár a zsidó nép történetének szörnyebbnél szörnyebb megpróbáltatásait, és akkor azt gondolom, hogy egy kicsit másként tekintünk a saját jelen helyzetünkre is. Arról nem is beszélve, hogy ez az imént említett szeretet, erő és józanság, a hívő ember legfőbb erénye, ha ebben a nehéz helyzetben is pont az említett nehézségek ismeretében, amik a Szentírásban benne vannak, meg tudja őrizni a józanságát. Erre van szükség most is. De ha nem segít a lelkünkön az, hogy Ausztriában még a légteret is, hogy angol repülőgépeket szinte egyetlen nemzetközi repülőtéren sem fogadnak az újkori zsidó államba, teljes fokú kijárási tilalom van, légtér elzárás. A mai társadalom, talán vannak párok, akik túlélték a II. Világháborút, de ilyesfajta korlátozásokat soha nem értek meg. Legalábbis én az én 68 évem alatt még nem volt olyan, hogy
ne nevezzük kiárási tilalomnak, korlátozások így mértékben, akkor is, hogyha ezek értem vannak. Pontosan, de szerkesztő úr, hiába próbál engem ebbe a világvége hangulatba belekergetni. Nem, mindjárt újjászületünk. Én azért csak azt szeretném mondani, hogy miközben ide a stúdióba jöttem, elég messze sikerült parkolóhelyet találnom. Na ez már, akkor ezek szerint élünk és mozgunk. Így van, és nem eléggé elítélhető módon itt, bár talán a 2 méter megvan, de maszk nélkül beszélgetünk egymással, ami lehet egyébként, hogy helytelen. De nem csak helytelen, mert szeretném... mi fertőtlenítjük a levegőt, és megvan közöttünk a távolság. De a lényeg az, hogy csak azt akarom mondani, hogy ahogy én itt eljöttem, akkor az azért is jó volt, végigjöttem a Veselényi utcán, azért volt alkalmam ráhangolódni erre a beszélgetésre. És akkor láttam, hogy az a zsinagóga milyen szépen és büszkén áll, hogy a különböző hitéleti szervezetek hogy sorjáznak itt egymás mellett, hogy a különböző zsidó kulturális, kulináris és egyéb intézmények, nem beszélve erről a tévéről, milyen módon vannak itt jelen. Tehát ezek, ez nagyon mind, jó, de mi ezek a, mind erőt de mi adnak az ahhoz. Az evangélikus gyülekezet emberét hívtuk. Hát a csak a második világháborúról volt szó, és annak de a abban nem csak a zsidók, de arról, hogy... akkor lehet, hogy nem jól fejeztem ki magamat. Nem vagyunk még hozzászokva, és bízunk az örökkévaló nagyságába, hogy nem is fogunk rászokni az ilyen korlátozásokra. Azt szeretném hallani öntől, hogy mit tesz az ön gyülekezete azokért, akik rászorulok a gyülekezetben, akik tényleg egyedül vannak, és nem lesz, aki fölhívja őket telefonon, vagy nincs nekik, aki fölhívja a telefonon. Mennyire olyanok, mint a zsidóknak kellene lenni, hogy összefognak, és nem csak kívülről, hanem belülről is a fényünnepét ünnepelték, illetve a kisdett születését. Már a Covid tavaszi első hullámában is nagyon érdekes volt, hogy a különböző gyülekezeteink milyen kreatív módon közelítették meg ezt a rendkívüli állapotot. Tényleg egészen megható, és persze nagyon hasznos, hogy a fiatalabb testvérek hogy próbálják segíteni az időseket jelentős önszerveződéssel gyülekezeten belül. Ugye a gyülekezet az evangélikus egyháznak a legfontosabb része teológiailag is és szervezetileg is. Nagy az önállósága, nagy az autonómiája, tehát nem egyfajta hierarchia érvényesül föntről lefelé, viszont nagyon oda kell figyelni az országos vezetésnek, és ezt csináljuk mi magunk is, hogy ahol kell, segítsük ezeket a kezdeményezéseket. Ezért a hitéleti célokat tekintve készítettünk olyan istentiszteleteket, olyan áhítatokat, amit akár az interneten keresztül, akár a különböző kábel-tévé csatornákon lehet eljutatni a hívekhez. Ugyanakkor a diakóniai osztályunk, hiszen egy jelentős diakóniai intézményhálózatot működtetünk, folyamatosan monitorozza, hogy az egyes intézményekben és azok környékén, hogy lehet segíteni a szociálisan nehéz helyzetben lévőknek. A hajléktalan szolgálatunk, ami egy igazán különleges probléma, az nemrég beszéltem nyíregyházi lelkészünkkel, aki ott a város hajléktalan ellátását is végzi, hogy ott különösen oda kell figyelni, hogy mind a járványügyi szempontok, mind a szociális szempontok megfelelő módon érvényesüljenek. Tehát a gyülekezetek autonómiája az azon belül történő segítségnyújtás és az országos intézményrendszer, én azt gondolom, hogy elég jó együttműködéssel tudta azokat a célokat elérni, amikre itt szükség volt. És egy valamire azért érdemes odafigyelni, hogy sokkal többen jelentkeznek be az interneten közvetített hitéleti alkalmakra, istentiszteletekre, mint ahányan egyébként a templomban ott szoktak lenni. Ez lenne a következő kérdésem, hogy
vajon félnek bemenni, illetve ez egy jó lehetőség, hogy ismerkedjenek, vagy talán azért a félelem, mert nem pontosan tudják, hogy hogy kell viselkedni. Mennyire vagyunk mi magyar emberek, hívő emberek? Vagy itt vannak ugye az evangélikus, akik mintaszerűen viselkedtek, megint jövök a második világháborúval, amikor nem csak embermentésbe vették ki a részüket, hanem a legrosszabb időkbe, akár már a szocializmus évei alatt is, az oktatásban is. Mennyire van ennek folytatása? Szerkesztő úr, maradjunk abban, hogy voltak ilyen evangélikusok is, meg olyan evangélikusok is, semmiféle rendkívüliség. Én csak a rendkívüliek nevét tanultam igen, meg. A rendkívüliek valóban nagy tiszteletet érdemelnek, az evangélikus hívek, az én felmenőim, bárki más nem mentesek bármiféle emberi gyarlóságtól, de én azt gondolom, hogy nekünk nagyon erősen arra a hagyományra kell tekinteni, ami valóban emberileg, teológiailag, a Krisztus hite szempontjából is mintaszerűen viselkedett minden nehéz időben, nem véletlen, hogy a diakóniai hálózatunk, ahol csak lehet, Sztélo Gábor nevét viseli és említi, aki a zsidó mentésben ugyanúgy részt vett, mint az 50-es években az egykori hortista katonatisztek gyerekeinek mentésében. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a mintákat követni, és egyébként ezek is mind-mind erőt adnak az ilyen nehéz helyzetben. Nem válaszolt arra a kérdésemre. Én 30 év távlatából visszatértem, és amikor elmentem, akkor rendes embereket ismertem, de nem arról voltak híresek, hogy az örökkévalóval kommunikáltak. És amikor visszatértem, láttam, hogy egyszerűen mindenki nagyon zsidó lett, nagyon evangélikus, nagyon katolikus lett. Ez sikerült az embereknek az elmúlt évek alatt belülről is, tehát elsajátítani az Ó és az Új Szövetség tartalmát és alkalmazni az életbe, vagy ezen még csak az úton vagyunk? Elnézést, valóban nem válaszoltam a kérdésnek erre erre a részére. A helyzet azt gondolom, hogy ennél rosszabb, mert az, amit akkor végül is tegeződjünk. Köszönöm. Igen, én köszönöm. Amit tapasztaltál a te visszajöveteled után, ez az az időszak volt, amikor a rendszerváltást követően egyfajta reneszánsz indult be, és nagyon sokan ismerték fel azt, az őseik hitét, hagyományát, és a többi, és a többi. Sajnos azonban ez a lendület, mintha megtorpant volna. És manapság a szekularizáció az egykori kommunista országokban, vannak persze extrém kivételek, például Csehország, ahol még annál is sokkal nagyobb, de ugyanazt az arányt mutatja, mint ahogy a modern nyugati társadalmakban. Ez súlyos felelősséget ró egyébként az egyházakra, felekezetekre is, mert azt gondolom, hogy az örömhírt azt bizony közvetíteni kell, és el kell fogadtatni azt, meg kell értetni az emberekkel, hogy a hit, az egyházakban való működés az a modern világ része. Tehát ez nem valami hagyományőrzés, nem valami múltba forduló merengés, nem valami áporodott régi sztori, hanem hogy a modern élet része. És talán ebben is segít ez a mostani nehéz helyzet. Talán ezt is jelzik ezek a növekvő klikkelés számok az Isten tiszteleteinkre, hogy kezdik az emberek felismerni, hogy talán nem minden magyarázható meg a fogyasztói társadalom érvrendszerével, talán érdemes odafigyelni arra, ami a Szentírásban van, talán érdemes az öregek szavát meghallani, és egyébként pedig ugye a Szentlélek erejével és a magunk igyekezetével meg kell próbálni épp, mondom újra, a jövőre esedékes népszámlálás eredménye érdekében is tudatosítani az emberekben, hogy felekezetek, egyházak fontos szerepet játszanak a modern világban.
talán a társadalom alkotó elemei. Szóval megnézzük az oktatást és a hasonlókat, ott külön kiemelt szerepet játszanak. Így igaz. Hogy vannak önök az oktatás területén, születéstől egész a halálig mindenhol ott vannak? Hát ha a születéstől nem is, mert ott a család erejében bízunk mi is, de óvoda hálózatunkat azt most, ugye az idén tavasszal kötöttük meg a magyar állammal azt a megállapodást, ami több mint 10 óvodánk megújítását, fejlesztését teszi lehetővé. Én ezt egy kulcsmomentumnak tartom, mikor egy szülő először rábízza a féltett kincsét, a gyermekét egy óvónőre, vagy ha tetszik, óvóbácsira. Az alapfokú oktatásban szintén jelen vagyunk, és nagyon örülök annak, hogy már évek óta itt nem messze a Deák téri evangélikus gimnáziumunk, az mindenféle gimnáziumi rangsorban az élen áll. És az, Aki azt mondják, hogy egy versenyistáló. Nem. Az én gyerekeim történetesen oda járnak, és nagyon jó hangulatban járnak abba az iskolába, és annak az egy külön öröm, ennek van aktualitása is, hogy Kézdi Edit, az iskola igazgatónője, a Magyar Tudományos Akadémia döntése alapján megkapta azt a bizonyos híres Rácz tanár úr díjat. Rácz tanár úr annak idején a Fasori Evangélikus Gimnázium legendás tanára volt. Nála tanultak azok az egyébként zsidó származású Nobel-díjasok is, akik aztán később sokra vitték. Több Nobel-díjas is tanult a Fasori Gimnázium. 3. Az nem semmi. Nem, ez egy érdekes kultúrtörténeti összefüggés. Ne felejtsük el, hogy egy olyan helyén működik a városnak a Fasori Evangélikus Gimnázium, ahol annak idején a 20-as, 30-as években jelentős számú jómódú zsidó család élt. Az evangélikus oktatás pedig hagyományosan egyébként a német módszertan következetes átvétele és a modern oktatási eszközrendszer átvétele által mindig nagyon jó minőségű volt és korszerű, és ezért annak idején ezek a jómódú, nyilván kevésbé vallásos zsidó családok úgy gondolták, hogy a gyerekeik jó helyen vannak az evangélikus gimnáziumban, ahol őket nyíltan és szeretettel fogadták. Az beszélgetésünk elmúlt 23 percében lassan-lassan úgy érzem magam, mintha egy olyan vallásról és hívőkről beszélnek, akiknek már eljött a messiás, tehát teljes Kánaán. Ez tényleg ennyire kánaánisztikus a helyzet az evangélikusoknál? Nem, de nagy lenne a baj, hogyha én egy zsidó televízióban, hogy úgy mondjam, csak jammerolnék. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a műsornak nem ez a feladata. Nem. Vannak nekünk is problémáink, vannak nekünk is konfliktusaink, ezeket megpróbáljuk a lehető legnyíltabban és lehetőség szerint nagy szeretetben elrendezni egymással, de azt hiszem, hogy egyébként főleg karácsony ünnepének közelettével furcsa lenne, ha én itt csak sajnálkoznék és arról beszélnék, hogy milyen nehézségeink vannak. Akkor inkább beszéljünk a terveikről. Van-e elég papjuk, és mi a csúcs, amit el lehet még érni, hogy minden evangélikus ember éljen is a hitével, benne legyen, ismerje? Nem csúcsokról beszélnék, hanem egyrészt, ahogy mondani szoktuk, hogy képesek legyünk arra, hogy a vitorlákat kifeszítsük, hogy amikor... Jó, ez irodalmi, de hát ez az irodalom hatása. Amikor a Szentlélek ereje megnyilvánul, akkor ne rajtunk múljon, hogyha valamit nem tudunk megtenni. A hitéleti megújódás ennek ugyanúgy része, mint a szervezeti modernizáció, az intézményeink infrastruktúrájának javítása, a tehetséggondozás, kérdezte a papjainkat, igen, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó tudományos munkának a támogatása, az, hogy az
oda bekerülő fiatalok, azok valóban rendelkezzenek mindazon karizmákkal, azon lelki, testi tulajdonságokkal, ami őket később a szószéki szolgálatra alkalmassá teszi, és hogy akik onnan kikerülnek, azok olyan gyülekezetekbe kerüljenek, ahol valóban hatni tudnak, hasznosítani tudják azt, amit tanultak, és ezeket a meglévő karizmáikat valóban a közösség javára kamatoztassák. Egy volt nagykövettől nem lehet nem megkérdezni az evangélikus egyház külkapcsolatairól, a magyar evangélikus egyház és a világ. Nagyon jó testvéregyházi kapcsolatot ápolunk a bajor evangélikus egyházzal. Ezek nagyon érdekes beszélgetések. 2-3 havonta, mostanság Zoomon, korábban személyesen eszmét cserélünk az országainkban kialakult helyzetről. Sok szó esik manapság arról, és ezt olykor különböző támadások formájában mi is megkapjuk, hogy képzeljük mi ezt, hogy a skandináv evangélikusok mi mindent gondolnak másképp, talán kevésbé biblikus alapon az emberek közti kapcsolatról, gondolok itt az azonos neműek házasságáról, és a többi, és a többi. Ilyesfajta szervezeti együttműködés nincs az evangélikus egyházon belül, mint mondtam, ugye ez nem egy hierarchikus, fentről szerveződő egyház. Azt gondolom, hogy mi magyarországi evangélikusok egy nagyon világos, biblikus alapon álló álláspontot képviselünk, és ez a magyar evangélikus hagyomány, ami egy évszázadok során kialakult, teológiailag nagyon sokféle forrásból táplálkozó hagyomány, ez egy olyan dolog, ami önmagában függetlenül minden más evangélikus egyházi kezdeményezéstől külföldön önmagában is egy nagyon jól megpatkolt teológiai konstrukció és szervezet, úgyhogy mi ebben a magyar evangélikus hagyományban képzeljük el egyházunk jövőjét. Én olykorban születtem, amikor nem járhattam volna az evangélikus fasori iskolában, de akiknek köszönhetem, hogy a gondolataim olykor-olykor szalonképesek, és még az örökkévalóval is tudok párbeszédet folytatni. Az Dafke nem egy rabbihoz, hanem egy evangélikus emberhez köthető, aki sajnos már nincs közöttünk, de történelem és magyar tanárom volt éveken keresztül. Ön is biztos ismeri a nevét, Csulek Mátyás, Aláfa Shalom. Hát hogyne. Néhány éve nincs köztünk. Én azok közé tartozom, akik egy gyülekezetbe tartoztak vele, és hát őneki elévülhetetlen érdemei vannak a magyarországi evangélikus oktatás jelenlegi állapotában, sikereiben, annak, hogy képesek voltunk a rendszerváltást követően valóban magas színvonalon, szeretetteljesen, de ugyanakkor a minőség igényével talpra állítani az evangélikus oktatást. Ő a legnehezebb időkben volt nekem sedülő fiatalkoromban a tanárom és nevelő tanárom. Amikor... Nem lehetett könnyű dolga, tegyük hozzá, de... Neki sikerült annak az ellenkezőjét is elérni. Úgyhogy Sejber Sándor megszerettette velem az olvasást, ő meg megszerettette velem a történelmet, meg a magyar irodalmat, tehát egy különleges egyén volt. Hát emléke legyen áldott. Emléke legyen mindkettőjüknek áldott, az egyik a másik nélkül talán nem is ért volna el eredményeket, mert Mátyás, ahogy én hívtam, ő megalapozta és Sejber tovább építette. Legyen önnek és az egész családnak nagyon kellemes ünnep, és boldog, békés polgári új esztendő, és bízom benne, hogy jövőre is sokszor itt lesz nálunk, és nem mindenbe fogunk egyet érteni. Köszönöm hát szépen, én is ezt kínálom neked, ezt kívánom neked és a nézőknek is. Kedves nézőim, az elmúlt 30 percben Prőle Gergelyt, az Evangélikus Egyház világi felügyelőjét,
Ezt én soha nem fogom meg. Világi vezetőjét, országos felügyelőt. Láttuk és hallottuk, megpróbáltuk ezen az ünnep délelőttjén azoknak is, akik evangélikusok, meg nem evangélikusok, szebbé és ilyen kávéházi beszélgetésben belopni az örökkévalót, na meg a történelmi eseményeket, hisz tényleg népszámlálás volt, és ott egy jászolba közel a földhöz, ott született meg ez a kisgyerek. Köszönöm, hogy velünk volt. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk.